Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Skorpió, november. Boldogságos születésnapokat kívánok a skorpióknak. Legyen csodálatos, egyszerűen fantasztikus ez a születésnap. A november sokkal nyugodtabb egyébként, mint az október, hiszen októberben ugye ott volt nekünk a napfogyatkozás, a holdfogyatkozás, de azért ezt az energiát lehet érezni novemberben is. Tehát plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz két hónap, hat hónap. Ez már az egyéni horoszkópunktól függ. Tehát igenis dolgozhatnak még ezek az energiák. Nos, november első fele, mit mondanak nekünk a fekete macskák? A fekete macskák, húzunk, ász, csodálatos botok, tűzenergia, micsoda szenvedét húztunk. És amit szeretnék mondani, hogy a Szaturnusz november 4-éig retrográd. A Szaturnusz márciustól retrográd. A skorpióknak ez ötös házat jelent, ötös szektort. Az ötös szektor egy csodálatos szektor, hiszen minden, ami minket boldoggá tesz, boldogít, az ide tartozik. A gyermekek például, a hobbi, a nyaralás, a szerelem, a szenvedély, és ez a kártya ilyen, ez maga a szenvedély. Nos, a Szaturnusz egy picikét meg tudta nehezíteni itt a skorpiók dolgát, márciustól, mostanáig lehet, hogy ezen a területen volt valamilyen akadály, valamilyen nehézség. Akkor november 4-től beindulnak a dolgok, megszűnhetnek a nehézségek, lassacskán, mert a Szaturnusz lassú bolygó. Amit még szeretnék mondani, hogy a Szaturnusz ugyanazon a fokon fog áthaladni most, mint márciusban és áprilisban. Tehát, ami márciusban, áprilisban megtörtént, az most is megtörténhet. Vagy érinteni fogja ugyanazt a szférát, vagy akkor, ha volt egy lehetőségünk, és nem éltünk azzal a lehetőséggel, akkor most újra megkapjuk ezt a lehetőséget. Például ugye ötös szektorról beszélünk, szerelem. Ott volt a lehetőség a szerelemre, de nem fogadtuk el. Akkor most lehet, hogy újra itt lesz a lehetőség. Vagy nyaralás. Volt lehetőség nyaralni. Valamiért nem fogadtuk el. Nem éltünk a lehetőséggel. És hasonló dolgok. Nos, csodálatos kártyát húztunk. Az ász, az viszont lehetőség. Ugye? És ahogy mondtam, botok, tehát itt van szenvedély. Szenvedélyesen elkezdeni valamit, szenvedélyesen belevágni magunkat a hobbiba, szenvedélyesen elkezdeni sportolni. Tehát igen, a sport is, az az ötös szektor. Nos, megyünk tovább. A szerencsekerék csodálatos, nagy árkánum a tízes. A sorsfordulat, és egyébként a születésnap az ilyen. A születésnapunkkal újjá születünk, új energia születik meg az életünkbe, új energia lép be az életünkbe, és ez ilyen. Tehát egy ciklus befejeződik az életünkben, és egy új ciklus indul el. És pontosan egy ciklus befejeződik, és egy új elindul. Az utazás például az is ehhez a kártyához hozzátartozik, de lesz valamilyen szerencsés pillanat, szerencsés fordulat. Nem szabad elszalaszni. Hát nem hiába ötös szektor. A boldogság szektor, a szerencsés szektort kifogták a skorpiók egy ilyen szigorú bolygónál. És itt a király, a kelyhek, itt van a skorpió király, tényleg elégedett lesz magával a skorpió.
Elégedett az életével, belép a boldogság, itt a Skorpió király, tehát királyok és királynők lesztek. Ez csodálatos. Csodálatos kártyákat húztunk, köszönjük szépen a fekete macskáknak. Megyünk tovább, vannak itt még érdekességek, én csak kiemelek egy párat. Na, a kulcs mit mond nekünk? Például a Vénusz csillagjegyet fog váltani 9-én, és ez 12-es szektort jelent a Skorpiónak. Misztikus szektor, maga a titok, de maga a félelem is, a távoli földek, az elszigetelődés. Itt segít a Vénusz, lehet, hogy valaki engedélyt vár, vagy levelet vár, vagy egy fontos dokumentumot vár, ami a távoli földekhez kapcsolódik, akkor most megkapja. A gyógyulás, mert a Vénusz ugye maga a szépség, maga az egészség, maga a pénz az maga az érték, az egyik értékünk, az egészség. Itt öngyógyítás is elindulhat. Na, húzunk. A csillag! De csodálatos nagy árkánum, a csillag. El lehet érni a csillagot? Az álmok valóra válnak? A remény csillaga. Új álom születhet, új vágy születhet, és új hold lesz itt. Az új hold is hoz új lehetőséget. Új álom, új vágy itt megszülethet, és ráadásul az új hold a Skorpióban, tehát a Skorpió megint csak itt a favorit. Ez nekem nagyon, nagyon tetszik, nagyon tetszik. Megyünk tovább. Négyes, egy szúrós kártyát kaptunk, levegő, energia, kardok, négyes. Valamilyen megállás lehet, lehet itt. Valamilyen megállás. Vagy a kártya azt üzeni, hogy nagyon, nagyon elfáradtunk. Ugye a születésnapunk előtt egy picikét úgy megy lefele az energiánk. Merül le az elem, ami bennünk van. Úgy van. És a születésnapunkkal kapunk egy új elemet, tehát feltöltődtünk. Ez a kártya nagyon gyakran akkor jön ki, hogyha túl vagyunk egy nehezebb időszakon, egy stresszesebb időszakon. Úgy kiszippantották az erőnket. Tehát kell a pihenés, kell a regenerálódás. Szabadságra kell menni. Lehet, hogy valakinek egyszerűen egy jó alvásra van szüksége. Nehogy megbetegedjünk, mert ha nem állítjuk le magunkat időben, az univerzum meg tud minket állítani. 4 napra ágyhoz tud minket kötni, ad egy kis betegséget. Nos, a hold, és itt van velünk az új hold. Valamilyen fontos dolog történhet itt. Fontos információ, esemény. Ugye a kard az információ, az esemény. A hold az maga az anyaság. Lehet az édesanyánkkal történik az a fontos esemény. A hold maga az otthon, az otthonunk. Az otthonunk. Lehet, hogy valaki meg fogja venni az álmai lakását. Ez is benne van. A hold maga a terhesség is, de a hold maga a titok. A titok. Na, még visszatérünk ide, hogy mit akarnak még üzenni ezek a kártyák nekünk. Ezek a kártyák.
És ráadásul, ami itt még érdekesség, ugye az újhold a Skorpióban, egyes ház, és ráadásul itt a Nap és a Mars együttállása lesz. Ugyancsak a Skorpiókban, ugyancsak egyes házat fog jelenteni a Skorpióknak. Tehát itt a Skorpió a főszereplő. És ez a Nap-Mars együttállás, ez azért nem minden napi esemény, két évente szokott ez megtörténni, és az, hogy most ti vagytok itt a főszereplők, ez sokat-sokat jelent, sőt, most fogjuk látni, hogy hova fogjuk fókuszálni azt az energiánkat, hova fogjuk terelni az energiánkat, mire fogjuk elhasználni az energiánkat a következő kettő évben. Úgyhogy ti vagytok itt a főszereplők, figyelem, itt minden lehetsége. Tehát a Skorpió az itt, tehát az egyes ház az olyan, hogy az összes házból elveszünk valamit. Egy picike darabka minden házból benne van az egyes házban. Tehát itt valakinek akár drasztikusan megváltozhat az élete, valakinek csak a párkapcsolat terén, valakinek csak a munkáját fogja érinteni. Tehát ez a Nap-Mars együttállás. Valakinek a külseje megváltozik például, elkezd sportolni, mert a Mars a sport. Jó? Na, menjünk tovább. A kedvenceim, a mindennapi boszorkányok mit mondanak? Na, nézzük. Ugrálnak ezek a kis boszorkányok, jön az információ. November vége. Ötös, érmék, a betegség ide tartozik ehhez a kártyához, sőt, ehhez is. Tehát kettő kártyánk van, betegség. Jó, lehet, hogy ez csak egy megfázás, egy nátha, óvatosan, jó, óvatosan. A pénztelenség is ehhez a kártyához hozzátartozik, ez az ötös érmék. Jó? Viszont ugye a Vénusz a 12-es házban van. Igen, óvatosabban. Lehet, hogy váratlan kiadás lehetséges, vagy az egyik hozzátartozónk megbetegszik, és anyagilag segíteni kell lesz rajta, tehát ez is lehetséges. Vagy egyszerűen rossz időjárás lesz. Ennyi. Na most, ha havazna, azt nem bánnánk. Főleg, hogyha karácsonykor havazna. Megyünk tovább. A lényeg, most figyelem, itt a csillag, a remény. És ez az ötös érmék, ez viszont maga a hit, azt üzeni nekünk, hogy nem szabad elveszíteni a hitet. A remény és a hit. Hát ez zseniális kombináció. Minden rendeződik. Ha netán jön egy probléma, rendeződik. Hát hiszen itt a szerencsekerék. No, ott az ász. Na nézzük, így van. Az ötös után, az ötös az egy ilyen fordulópont, az ötös az maga a holdpont, tehát ott fejlődnünk kell, és itt van a megoldás, a tízes, az érmék. Ez maga a család, lehet, hogy a családunk támogatni fog minket. Lehet, hogy kell egy bizonyos összeg, valamit megoldani, de csak anyagilag lehet megoldani, pénzzel lehet megoldani. Itt a pénz, a tízes, ez maga a pénzeső, az aranyeső. Itt a segítség. Jó? Tehát minden rendeződik. Minden rendeződik. A két végzet, ugye? A rossz és a jó. Megyünk tovább. Nagy árkánum, a torony.
Na, ezt a kártyát szétszedjük. Váratlan, nagyon váratlan, nagyon hirtelen eseményt mutat. Ez a kártya akár hideg zuhany is lehet, jó? A pénzre azért érdemes vigyázni a pénzre, jó? Itt van pénz, viszont ezt el is lehet veszíteni. Óvatosan. Nos, még visszatérünk. Visszatérünk, szétszedjük itt ezeket a kártyákat, hogy mi lehet ott még a háttérben. Lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy van egy családi vállalkozás, ami nem olyan jövedelmező. Tehát több energiát fektetünk bele, és kevesebb pénzt kapunk, amennyit szeretnénk, vagy amennyit kellene. Jó, és itt meghozzuk azt a döntést, hogy na kész, most épp ideje itt megszabadulni ettől a családi vállalkozástól, és leromboljuk ezt a vállalkozást. Eladjuk, és hasonló dolgok, jó? Vagy ugye az érmék az értéket mutat. Valami, ami értékes számunkra, egyszerűen lerombolhatjuk. Lehet, hogy az egyik családtagunkkal megszűnik a viszonyunk, mert ugye a 12-es ház, ahol a Szaturnusz van, az maga a titok. Lehet, hogy elárul minket, elárulja a titkunkat az egyik családtag, és a hold is, az is titok. Vagy valami kiderül róla, hogy valamit csinált a hátunk mögött esetleg, meglopott minket, és leromboljuk ezt a viszonyt. Jó? Vagy egy barátság értékes volt nekünk, és valami kiderül, és leromboljuk ezt a barátságot, és ugye maga a szerencsekerék is ezt üzeni, hogy fordul, sorsfordulat, valamilyen esemény fordul, megváltozik, tehát a megváltozás, a baráti körünk itt változhat például. Na, menjünk tovább, és akkor még okosabbak leszünk. A boszorkányok, na, mit üzennek még nekünk? Na, nézzük. Na, nézzük. A szerencsekerék megint. A szerencsekerékre kijött még egy szerencsekerék. Ez egy erős jel. Ez egy nagyon-nagyon erős jel. Egy kártya, ha kétszer jön ki, akkor muszáj odafigyelni. Tehát ő azt akarja, hogy figyeljünk rá. Ez egy erős jel. Például ebben a kártyapakliban lehet látni ott a pénz is. Tehát ez lehet lottónyeremény, ez lehet prémium, váratlan pénz, ez lehet örökség, de szerencse. Tehát a fortuna az itt van. Karmikus kártya, mind a kettő, és ugye karmikus időszakunk van, a napfogyatkozás, holdfogyatkozás is itt vannak a karmikus csomók. Szerencse, sőt, ugye eddig a karmikus csomók a bika skorpió jegyben voltak, úgyhogy a skorpiók már ledolgozták a karmát, a nehézségeket. Épp ideje szerencsésnek lenni. Megyünk tovább. Nekem ez nagyon tetszik. Ez egy dupla Jolly Joker. Nem szabad ezt elszalasztani. Mit mondanak a rúnák? Nem szabad elszalasztani, nem szabad visszamenni ugyanoda. Tehát ugyanazt a kört tenni folyton. Visszamenni ugyanarra a munkahelyre, semmi nem fog változni. Ugyanaz a forgatókönyv, csak ígéretek, semmi. Vagy visszamenni ugyanabba a párkapcsolatba, semmi nem fog változni, semmi, kihasználás, semmi. Nem. Az új dolgokat kell megragadni, itt az új lehetőség. Nem hiába az ász a legelső kártyán, az ász a lehetőség. Ezt kell megragadni. Új lehetőség. Na, és megragadni, és felfele emelkedni a szerencse spirálon, nem körbe-körbe szaladgálni, mint a mókus kerék, ugye? Nem. Na, nézzük. Megnézzük ezt a négyest, és megnézzük ezt a holdat.
kaptunk egy csodálatos tűzenergiát, dinamika, van itt dinamika. Ez nagyon jó jel, tehát itt a megállás után megint lesz erőnk, megállunk, pihenünk, regenerálódunk, erőre kapunk, és lehet cselekedni, mint ez a lovag. Hát ő vágtat egyenesen az álmokhoz, a célokhoz, egyenesen. Lovak, botok lovagja, tűzenergia. Lehet ez egy szerelem. Szerelem, hiszen az ötös szektor, ahogy mondtam, az maga szerelem. Na hát ő nagyon-nagyon szenvedélyes ez a lovag. Szenvedélyes lehet ez a kapcsolat. És megnézzük ezt a titkot. Mi lehet itt? Aha, van, valami van. Apród, kard, levegő energia. Valami van a háttérben, amikor kijön ez a kártya, akkor vagy leskelődnek utánunk, vagy a hátunk mögött kibeszélnek, vagy pletykálnak, vagy írnak csúnyákat rólunk. Ugye a kard az maga a virtuális világ, maga az internet, ott is mondhatnak, írhatnak csúnyákat rólunk, jó? Figyelem, valami van a háttérben, valami vagy valaki, azért ott van egy kis turpisság a háttérben. Megyünk tovább. Mit mondanak nekünk a látnokok? Na nézzük, nézzük, nézzük. Megnézzük ezt az ötöst, ezt. Először, mit akar nekünk még mondani? Plusz információ. Plusz. És megint a szerencse. A szerencsekerék, hoppá, 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 a harmadik, nem kell ezzel foglalkozni, fordulni fog a kocka, ha van valamilyen anyagi gond vagy betegség, meggyógyulunk, jön a pénz, három darab szerencse, tripláztunk, ez nagyon ritka, na ez komoly, ez tényleg komoly dolog, erre érdemes odafigyelni, sőt, így lefotózni, és hordani. Itt a szerencse. Amit nem szabad elszalasztani, még egyszer mondom, amit az előbb említettem, nem szabad. Tehát meg kell ragadni az új szerencsét, az új lehetőséget, és felfele emelkedni ezen a szerencse spirálon. Ez szerencse. Szerencsés pillanat, szerencsés esemény, szerencsés fordulat, pénz, örökség, utazás, autóvásárlás, bármi lehet itt. Az biztos, hogy itt a szerencse. Jó, megoldódik ez a probléma, megoldódik. Itt nagyon fontos például, hogyha tényleg olyan helyzetben vagyunk, hogy segítséget kell kérni valakitől, akkor kérjünk segítséget, ezt üzeni ez a kártya. Na, megnézzük ezt a tornyot, nézzük csak. Ez nagyon érdekes, nagyon különleges kirakás. Na, nézzük csak ezt a tornyot. Aha, és megint kaptunk egy kardot, torony és kard, a lovag. Ez a kártya is nagyon gyors, ahogy mondtam, hogy ez a kártya is maga a váratlan esemény, gyors, hirtelen kártya. Lehet, hogy hirtelen valami történik, és el kell ezt utazni, összepakolni és elutazni, mert a lovag az utazás. A hír, ez a lovagok hoznak híreket, a kard az maga a dokumentum, a kommunikáció, tehát itt kaphatunk egy telefont, vagy SMS-t kaphatunk, vagy e-mailt, vagy megkaphatjuk a dokumentumot. Na most, hogy ez pozitív, vagy negatív, ez már egyéni dolog. Húzzunk még egyet, de itt már blokkolva van az információ. Az már egyéni dolog, egyéni horoszkóptól függ, hogy mi van ott még, blokkolva van, jó? Kettes. Valamilyen választást nem kapunk több választ. Kettes. És megint kardok.
Jó? Tehát itt még valami nekünk nem tiszta. Ha nem tudunk dönteni, ha valami nem világos, nem szabad elkapkodni, aludjunk rá egyet, keressünk szakembert esetleg, aki segíthet nekünk, de itt a lényeg, a hölgy itt van, be van kötve a szeme, le kell venni azt a kötést, hogy világos legyen az a helyzet előttünk. Jó? Oké, tovább nem megyünk. Tovább nem megyünk, az már egyéni, itt már nekünk blokkolva van. Kész. Valami van. Döntést kell lesz hozni. Valami van. Eddig kaptunk engedélyt. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Az év kereke. Na? Az év kereke. Az év kereke. Az utolsó nagy árkánum. A világ. A befejezés. Megint csak egy ciklus befejeződik, és egy új ciklus kezdődik. Ez a negyedik ilyen kártya. Egy, kettő, három darab szerencsekerék, ugye ciklus, ciklus, és a negyedik ilyen kártya. Egy ciklus. Ez egy magasabb szint. Átlépünk azon a bizonyos szinten, és magasabbra-magasabbra emelkedünk, ahogy mondtam, felfele a szerencse spirálon. A külföld is ide tartozik. A külföld. Minden, ami külföld. Az utazás, a nyaralás, az idegen nyelv tanulása, az útlevél, a vízum, az állampolgárság, minden. Csodálatos. Lehet látni a kártyán is a ciklusokat. Ugye, itt van tél is, itt van nyár, itt van tavasz, ősz, itt van nekünk minden. Csodálatos. Hát, ilyen zseniális legyen ez a november, és nem csak a november, a születésnap, és a születésnap után. Ja, a következő napok, tehát az első 12 nap nagyon fontos a születésnapunktól, beprogramozza az energiát a következő 12 hónapra, és az első 40 nap is fontos, 52 nap is fontos, de a lényeg a pozitív energia. Na, a pozitív energia visz minket előre, még ha történik is valamilyen kellemetlenség, egy hideg zuhanyt kapunk, nem adjuk fel. Ilyenek leszünk, lovagolunk tovább a szerencséhez, a boldogsághoz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!